Hello mindenkit, viccelek és az UVF, azaz unatkoztam, videóztam, feltettem. És ez pedig itt viccelek, VS Tekit, vagy valamilyen érdekes nevű sorozatomnak második része. Egyelőre a nevét még nem találtam ki, de azt tudom, hogy a Tekittel foglalkozik. Úgyhogy szerintem ilyesmi lesz, hogy viccelek, VS Tekit, első, másik, harmadik rész, stb. És ami fontos az az, hogy a tegnap és a mai felvétel között nem telt el egy perc sem, mert már rögtön fel akartam volna fedezni ezt a spawnert, ami igazából nem nagy kihívás, már mint már rögtön ki is van minden itt védve, meg minden fontos dolgot, amit meg is csináltunk. És igen, és egy Minecraft, ami még jobb, mert ebben majd lehet, hogy találunk dinnye magat, meg mindenféle jó dolgot. Na nézzük doppergés, mi van a ládában? Doppergés, nézzük. Ó. Az nem rossz dolog. Minden van, ami kell. Sőt, ami nem kell olyan is. Hű, azért tényleg nem rossz, bár inkább gyémántot rakhattak már bele. Aha, fel se fér. A mindenit. Pont elfért, de az nekünk nem jött, ha csak pont elfért. Mert akkor az azt jelenti, hogy... basszus, cave spider, és még egy spawner. Szép. Itt is van vajon láda? Akkor az ott egy cave spider fej. Nem, azt mondom, a cave spider spawnernél nincsen láda. Ezek ennyire hamar meghaltak. Ezeket nem kell nagyon sokáig ütni? Jajajajajaj. Pedig a szerverekre mindig ezek a nagy bosszak, amikbe százat kell belőtni, sőt még többet, hogy legyőzzed. Na mindegy. Lényeg az, hogy találtunk is egy Minecraftet, ami ugye ilyen járatokból áll össze, és ez nagyon jó, mert itt ugye sokszor lehet találni még további ládákat, amelyből ugye értékeket lehet majd szedni, és ilyen mindenféle dolgokat, amik nekünk jól fognak jönni. És esetleg értéktelen dolgokat is, ugyebár most is van egy csomó értéktelen dolog, ami esetleg nekünk nem is kellene. De ezt ugye nem tudjuk megmondani a Minecraftnak, hogy mi az, ami kell, és mi az, ami nem. Na, akkor azt hiszem kicsikét szét is kell őket verni, hogy esetleg legyen helyünk ide bemenni. Azért nem a fákat akarom lőni, hanem őket. Na és végre idegesek lettek és támadnak, de azt hiszem... Nem már. Ó, anyád, ez annyira erős. Hú, basszus. Hú. Számítottam rá, de mégis úgy kirázott a hideg, hogy már megint nagyon felpörgött a szívem. És jön a creeper, ne. Nem akarok meghalni. Á, bakker. Na jó, ez szar döntés volt, menjünk is vissza. Hú, ilyenkor mindig úgy bepörgök hétre, és mindjárt be is kakálok, tényleg. Azért kicsikét megijedtem, hogy mindjárt be is halok rögtön, azt mindenki nem lenne jó persze. Legalábbis nekem. Akkor azt hiszem, ezt így zárjuk egy picikét le, hogy itt ne tudjanak majd átjönni egy folytába az ellenfelek. Ó, mennyi vas. Na mindegy, akkor lehet inkább az a megoldás, hogy tin, yeah, ezüst, yeah. Akkor tudjátok, hogy zárjunk le mindent egyelőre, és akkor szépen ki tudjuk innen majd szedni a dolgokat. És akkor majd minden happy lesz. Egyébként gondoltam arra is, hogy kicsikét majd belerázuljak ilyen dolgokba, esetleg pészfullon kezdve a játékot, de akkor valószínűleg nagyon-nagyon sokan rögtön idegesek lettek, hogy pészfull, mi vagy te kis gyerek? Vagy csak pészfullon megy? Úgyhogy inkább megadtam magamnak azt a lehetőséget, hogy egyfolytában meghalljak. Ugyanis, mint ugye tudjátok, easy fokozatban játszok, ami még továbbra sem egy nagyon-nagyon nehéz fokozat, de azért már mégiscsak vannak mobok, és azért már mégiscsak nagyobb az esély annak, hogy meghalsz, mint hogy simán csak esetleg egy-két eséstől vagy lávától halnál meg. Úgyhogy ki is szedtük az ezüstöt, aminek egyébként nagyon sok az IMC, aztán fejből 112, de már nem fér fel. Akkor tényleg eljött annak az ideje, hogy valamit kellene kezdeni a dolgokkal. Úgyhogy csináljunk egy ládát. Nincsen a crafting table. Nincsen a sütőse. Akkor azt mondom, ezeket eléggé szépen itt elhagytam valamerre. És itt is van egy járat, amit még be kellene fedni. Akkor menjünk vissza. És mi nem is vagyunk annyira nagyon távol egyébként a felszíntől, azt hiszem. Aha, még több tin, csak ezt nem vettem észre. Akkor tudjátok, hogy szerintem építsünk egy ilyen kisebb bázist, és akkor oda majd lehet felpakolni a dolgokat, meg minden jó dolog lesz ott, ami nekünk kelleni fog. De most már a tin se fér fel? De most miért? Yes, silver, ez pedig tin? Akkor az előbb hülyeséget mondtam, tényleg ez tin, nem pedig silver. Értitek? Sütőben nincsen semmi. De berakjuk mondjuk akkor a vasat, hogy hagyj egyen kifele. Én pedig megpróbálok feljutni valahogyan, de nem tudom már, hogy honnan jöttem, de nagyjából hogy azt hiszem, hogy innen. A hajai jó pörgős úton, vagy kanyargós úton. Nem is kellnek mennél több. Most már tudom is a minitérképről, hogy most este van-e vagy sem, és mivel ugyebár sötétség van a minitérképről, ezért véletlenül este van éppen ebben a pillanatban is. Ami nekünk azt jelenti, hogy aludni kell. Ha csak nincsen közelben szörnyek, de nem voltak. Azt hiszem, tényleg nagyon-nagyon bőséges pályát találtunk, ami tulajdonképpen tele van minden jóval, ami csak kelleni fog nekünk ki a továbbiak folyamán. És még több kopper. Azt a mindenit. Úgy látszik, nem volt elég körültekintő, amikor lefelé jöttem, vagy nem figyeltem egy csomó mindenre.
Te vagy minden érzékelem, pedig csak simán elszágultottam mellettük, bár persze nem V-házok, vagy inkább X-rayezek azt a Minecraftban, mert ugye persze el volt zárva minden, de azért még megnézhettem volna jobban is akár. Na mindegy. A lényeg az, hogy akkor ez még felfért, viszont most sürgősen kell nekünk kialakítani egy kisebb házat, vagy legalábbis van egy kis bunkert, ahol fel lehet majd pakolni a dolgainkat. És mondjuk akkor legyen az, hogy ide ebbe a spawner dologhoz lesznek majd berakva a mi dolgaink. Tehát ugye itt van alapból is már egy láda, akkor nem is kell nekünk craftolni. Megfogjuk, bepakolunk ide, és akkor mehetünk is tovább. Mondjuk az ilyen értékeket, vagy egyszerűen inkább csak mindent berakok, és akkor szokásomhoz hívja, majd azt veszük ki, ami nekem kell. Egyébként ebben a sorozatban lehet, hogy már többször is lesz, hogy mondjuk hozzátok fordulok úgymond segítségért, mert ugye nem nagyon ismerem még ezt a módot. És előfordulhat az, hogy tényleg azt fogom megkérdezni, mondjuk mit, hogyan kell, vagy hogy miért kell, meg ilyenek. És esetleg ilyenkor, hogyha majd lehet, akkor próbáljátok meg segítőkészen normális válaszokat írni nekem, nem ilyeneket, hogy jaj, hülye vagy, nem tud, akkor már minek játszod. Szóval a lényeg az, hogy majd szeretnék talán néha ilyen kisebb segítséget kérni tőletek tényleg, hogy mit hogyan kell, de szerintem nem fogom olyan túlzásba vinni, és majd utána olvasok, majd utána nézek, hogy mit hogyan kell, és akkor nem fogok mindig titeket zaklatni, mert azt tudom, hogy nem szeretitek. Úgy megijedtem, de már tudom, hogy éhes vagyok. Akkor most mindent rögtön meg is eszek, mert hogy kell nekem a HP regenerálódás. Ennyi elég, elve már is regenerálódnia kellene. Bár nem biztos, de igen, regenerálódik, úgyhogy akkor az jó is. Csináljunk még több botot, mert az kellni fog nekünk. Kőcsákány már nem csináltunk, nem, akkor nem. Akkor csináljunk inkább fákját. Yeah, 46 darab fákja, az jó. És akkor ugye még viszek magammal egy kis követ és építő. Nincsen kövem, de van kövem, 64, csak nem figyeltem. Hopp. Mondom hopp. Na. Mindegy. Igen, ez is nálam van. Akkor ezt így, a szenetin először még kiszedjük, mert az is még kellni fog. És akkor azt hiszem, hogy craftolok még egy kőcsákányt. Nem jó. Így kell. Egyébként bocsánat, csak ez a sok dolgon elkezdtem gondolkozni, mi az, hogy még meg hogy említsek így az első videóban. Tehát na, nem is az első, inkább egy második, pontosabban, második tekintes videóban. De azt hiszem semmi fontos dolog most én nincs, amiről esetleg tudni kellene, vagy ilyesmi. Ugye a labtextúra pakkot láztam, hogy esetleg ne legyenek ilyen félreértések, hogy mondjuk ez mi ez, ami ilyen hülyén néz ki, az, ami olyan hülyén néz ki, az mi. Tehát ilyen dolgokat el akarok kerülni, tényleg, hogy ne legyenek ilyen felesleges kérések, vagy ilyesmi. De egyébként tényleg én segítőkész vagyok úgy általánosságban. Csak amit esetleg úgy, amit úgymond meg tudok spórolni magamnak egy kis időt, azt így tényleg meg is spórolom azzal, hogy mondjuk, hogy ugye nem, tehát megpróbálok úgymond segíteni magam azzal, hogy ha sima textúra pakkal játszok, és akkor nem kell majd mindent elmagyarázni, hogy mi micsoda. Egyébként ja, persze a kőzeteket meg az éneket így majd meg fogom említeni, és el fogom majd mondani azt, hogy mi mit tud. Ugye így tette már a kopperrel is, meg már mindennel, és ez valószínűleg így is lesz majd mindig, mert ugye mondom, akik még kezdők, azoknak ugye kell tudni az ilyen dolgokról, mi mire jó, hogyan néz ki, mi a neve, ilyesmi. Itt is egy kis réz, ugye kopper, réz, hát nem pont kopper, nem így kell mondani, hanem copper, vagy hát ja, vagy copper, vagy ilyesmi, de akkor nevezzük csak simán réznek, vagy néha koppernek, attól függ, hogy mikor melyik áll éppen szájra. Mennyire hülye hangzik már, egyébként tudom, nincs ilyen szó, csak úgy van, mert ezt mondtam. Egyébként most valamiért hirtelen beugrott egy ilyen Spy visszaváltozásos hang a TF2-ben, amikor a Spy halálig egyegőt használ, és hirtelen visszaváltozik. Egyébként nem tudom, oh, bakker. Nem tudom, miért jutott eszembe, de minden esetre eszembe jutott, úgyhogy ez van. Ah, szóval hogy így állunk, hogy ott van egy Creeper. És mögötte pedig vagy Silver, vagy Tin, mert nem ismerem fel. Gyere csak ide. Majd én megyek oda, de akkor rosszul jársz. Ó, azt hiszem én is rosszul járok, hogyha viszont berobbansz. Na jó, és akkor inkább menjünk úgy, hogy először is innen kikeszmerünk hogyan. És nagyon-nagyon sok vasat meg ilyeneket láttam még itt a közelben, de ez mennyire okos, mert pont elbújik előlem. Oké. Okay. Itt ugye még nagyon-nagyon sok vasat láttam az előbb. Igen. Jó, ezt innen szedjük szét, most már nem is érdekel a kardomnak a HP, ezt innen akkor is le akarom szedni. Egyébként igen, kardra a leggyorsabb szétszedni. De rossz, rögtön a kezem bugrik az a tárgy, amit éppen széttörtem, hogyha még volt belőle. Ez tök jó. A telefonos Minecraftban is így van megcsinálva, azt hiszem. Tényleg régen telefonoztam, vagy na, régen Minecraftoztam már telefonon. Leszedlek. Én mondjuk itt van egy Rambo ezredes. És egyébként igen, figyelni kell a tetőre is, mert mindenhol van, mert bárhol lehetnek ércek, vagy kőzetek, vagy ásványkincsek, mert nem mindegyik érc, például a szén, az se nem egy ásványkincs. Jaj. Azért ne jelezgessünk már itt engem halálra. Jaj, itt azt mondja, hogy nem tudnak annyira profil lőni a skeletonok szerencsére. Meg
azért most már inkább itt észre játszunk, mert itt azért mégiscsak veszélyes a dolgunk. Aha, még több között, ez most nem tudom, hogy Tine vagy Silver, de szerintem Tin. Tin. Oké. Okay. De miért csak ennyi Tin van nálam? Nem több kell, hogy legyen? Vagy, ja nem. Miért nem szedtem ki, ez még Silver? Szerintem ez olyan, olyan ezüstös színem. És egyébként igen, a Silver az ezüst, a Tin pedig az Own. Ezt így még nem említettem. De igen, az az Own, azt hiszem. Ja igen, az az Own, az biztos, már tudom, igen. Szóval ja, ez az, ami fontos. Ugye a tinből készülnek majd az ilyen elektromos dolgok, bár igazából az összes ilyen kőzetből főleg ilyen elektromos dolgokat fogunk készíteni, mert hogy az, ami nekünk, az, amire nekünk szükségünk van ebben a játékban, ebben a módpakban. Itt jó. Ó, és ez az egy kis emerald. Na, az emeraldról azt kell tudni, hogy olyan, mint a gyémánt. Tulajdonképpen annyi benne a lényeg, hogy annyit bír ki, úgy, mint a gyémánt, annyira gyorsan, mint a gyémánt, csak hogy az obszidiánt nem bírja kiszedni, de csak is az obszidiánt nem, meg ugyebár a bedrockot sem. De, tehát annyi a lényeg, hogy annyi hátrány van a gyémánt a szemre, hogy nem szedik ki az obszidiánt, de ez nekünk egyáltalán nem probléma egyelőre még, legalábbis a mostani, most, tehát most, ja. Most még nem fontos ez nekünk, hogy az obszidiánt kiszedjük, mert mi nem akarunk átmenni Netherbe, legalábbis én még nem akarok. Au. Oké. Okay. Jaj! Az ilyenkor nagyon nem bírok szólni, pedig felkészültem, hogy itt számítani kell erre, de nem mindig van ez így. És egy kis urán, az jó. Az majd kell nekünk. Egyébként azt nem szeretem az ilyen Minecraft-ben, hogy annyira simán eltévedek, hogy az nagyon kemény. Tényleg, véletlenül egy-két fákát rosszul rakok le, mert mondjuk tegyük fel azt, hogy fel akartam mindent felkezni, aztán már is megvan a baj, eltévedtem, mert nem tudom, hogy hol jártam, ahol ugye van fákát, már jártam, azt tudom, de hát kb. Mindenhol rakok fákát. És ezért ez így hátrányos lesz majd, de minden esetre majd megpróbáljuk ezt így azzal kiküszöbölni, hogy majd mindig megjegyezzük, hogy merről jöttünk. Van még kőcsákány? Van. Akkor elvileg, hogy most ki fogom törni a kőcsákán, de akkor rögtön a helyére fogja adni a használatlant. Nézzük. Hoppá. Egy kis creeper. De mennyire érdekes ez a Minecraft itt. Most nincsen tele minden lávával, meg ilyenekkel. A Minecraft az azt, hogy ilyen láv... slime! Ez az! Az jó. A Minecraft az azt hiszem, hogy az ilyen... És egyébként kéne rögtön is a kezembe adta a következő csákányt. Tehát most már csak végig mondom, a Minecraft az azt hiszem az ilyen árkoknál szokott tenni, mert ilyen jó nagy árok, jó nagy nyílás van a földben, és akkor ott van hirtelen egy ilyen Minecraft. Bár lehet, ez csak egy, ez pont egy olyan része, ami pont már nem az ároknál van, és lehet, hogy lesz olyan is, ahol tényleg minden gyémánt, meg ilyen dolgokkal lesz majd tele. Ez most egyelőre inkább ilyen eltévedős Minecraft. Csak lehet egyébként ládákba gyémánt, mert azt ugye szeretjük. Legalábbis én szeretem a gyémántot, nem tudom ki, hogyan van vele, mert az nekünk jó. Ugye most eléggé sokféle kőzetünk van, de nagyon-nagyon sok minden kőzetet el is hagytam, amit ugye terveztem, hogy esetleg felveszek, de végül is mégsem vettem fel, mert mondjuk eljöttem onnan, vagy ilyenek. Azok jönnél vissza kell menni, csak ugye azt tudom már, hogy hol volt. Sajnos. Itt most azt hiszem, aha, ott még volt egy zombi. És skeleton is volt valahol. Nem ott. Hol volt? Hol nem volt. És egy kis tin, meg jó, hogy hátra néztem. Mondom, hajlamos vagyok elhagyni simán az ilyen érdekesebb dolgokat, és pedig abból már sok kell. Az az ilyen szükség, jaj! Ja, bocsánat, hogy hirtelen így megijedek, de nem tudom. Pedig fel vagyok rá készülve, mondom, de mindig úgy beszarok hirtelen. És megtörtént a baj, széttört a kardom. Ugye csönk is még egyet. Méghozzá továbbra is csak kőből. De inkább akad sem kettőt, csak majd nem kell megint craftolni egy crafting térbőt, vagy ilyenek. Nem kell mindig megállni emiatt. Mondjuk ezzel szétszedjük szépen így. Csirke! Kis vas, még egy kis vas. Ó, még egy kis vas. És akkor itt is vagyunk, és ott is egy kis vas, király. Mondom, ez most eléggé... Ajajajajajaj. Tehát már nem eléggé ajajajajaj, hanem eléggé célra van itt most mindenféle finom kőzettel. És igen, direkt mondtam azt, hogy finom, nem pedig hülyeségből. Bár már nincs, hogy hülyeség volt, de direkt nem pedig nyelvbotlás, vagy ilyenek. Na, ott már jártam, ugye? Hogy ott miért van például fény? Lehet ott már láva van, nem tudom, mondom, úgy eltévedek, hogy vissza nem találok már az életbe, oda, honnan jöttem. A waypoint mondjuk egy picit, mert megkönnyíti a dolgomat, mert ugye nagyjából annak az irányába megyek, más nem akkor ott felások jó magasra. Csak ugye valahol van nekünk egy nagy láva forrásunk, mert ugye ott van a vulkán. Annak eléggé mélyre lemegy a lávája, és lehet, hogy pont hozzánk is be fog majd egyszer folyni, úgyhogy azzal majd vigyázni kellene egy picit, egy csöppet. Na. Találjál? Na jó, ez unalmas, inkább leütöm én. Au, azért ilyenkor csak átlál ilyen közelről. Mennyire pro snipernek kellene elmennie. Itt azt mondja, hogy nem állnak ki belőlem a nyílak, ugye? Nem. Nyílak. A nyílak. Pontosabban
Ja. Szén, az is kell, ugyebár fontos továbbiak során is. És egyébként meg annyi, hogy ugye majd főleg akkor fogok elkezdeni a modpack-kel kamionban foglalkozni, amikor már tele leszek mindenféle ásványkincsel, illetve ami meg fontos az az, hogy amikor majd úgy amikor már lesz végre egy házam, ahova már érdemes lesz majd építkezni, meg ilyen dolgok. Kár mondjuk, hogy ebben a modpack-ben nincsen ilyen portálpack, vagy portálmód, vagy valami ilyesmi, mert akkor mindig hazabírnék ugrani rögtön. Vagy mondjuk egyszer csak ládába bepakolni bármit, vagy ilyesmi. Mennyire jó lenne már, mi? Kár, hogy ez nincsen benne. Van egyáltalán ilyen mód? Szerintem van portálmód. Régen, mint hogyha már lett volna ilyen, vagy mint hogyha már olvastam volna erről. Mindegy, azt hiszem, most már annyira sok vasom, hogy most már nem kell annyira foglalkozni az, hogy esetleg ne pazaroljam el a vascsárkányomat. Tehát konkrétan használom ezt, kész. És nem akarok itt annyit várni, hogy a kővel szedjek ki mindent, mert az sok idő. Főleg, hogy esetleg sokat is ki akarok szedni. Jó, azért a vasat azt inkább kővel szedjük, mert annak tök mindegy. Bár egyébként itt most nem tudom, milyen összefüggés van vasat, kővel, többit, meg vassal, de minden esetre viccelek, logika. Na mindegy, nézzük itt mi van. Aha, itt már jártam, ugye? Aha, nem. Van olyan más, ami alapból is már ki van világítva. Hű, hát akkor még egy ok, amivel majd meg fogok mindig zavarodni. Copper. Ebből is ugye vinni kell minél többet. És egyébként azt is vágom, hogy nem szabad mindent rögtön az elejénél kiégetni, mert van egy olyan dolog, aminek az a neve, hogy macerátor. Azzal nagyon szépen minden orból, azaz ilyen kőzetből, ami még nincsen kiégetve, kettőt bírok csinálni. Mondjuk kiszedek egy vasat, és abból meg tudom duplázni ezzel a macerátor segítségével. Úgyhogy ezért tudom, hogy ezzel így vigyázni kell, hogy nehogy mindent rögtön kiégessek. Ja igen, innen indultam, és pont ott van egy vas, ami az előbb ott leesett. Ez kell is nekem. Így meg is van. Oké, és akkor megyünk is tovább. Mondjuk erre, mert itt van tin. Úgyhogy ez egyáltalán az. Ó, és még valami. Basszus, de hülye vagyok. Még az elejénél, amikor ugye itt elindultunk, akkor ott volt egy csomó értékes dolog. Többek között például urán. Urán az nekünk nagyon-nagyon kell. Az mindig egyedül spónol, már itt egyesével van leszpónolva. Vagy legenerálva. Ó, de megijedtem, basszus. Mindig egyesével van legenerálva, de ugye valamikor esetleg több van, mondjuk szerencsében is esetleg egymás mellett van kettő is. De a lényeg az, hogy az fontos lesz, mert abból lehet csinálni atomreaktort, meg ilyen reaktort inkább, azt mondom. És azt még nagyon-nagyon felbecsetlenül sok áramot fog nekünk termelni. De az nagyon-nagyon sok atom, vagy na, urán kell, illetve hát eléggé sok ilyen mindenféle anyagok kellnek, amihez ugye kell még nekünk urán. És én azt konkrétan szépen ott hagytam. Igen, amennyire hülye vagyok, ott is hagytam. És most értem csak rám megint, hogy a tetőt is kell nézni, mert sokszor ott is lehet esetleg érc, vagy ilyenek. Egyébként ez a rész is már eléggé régóta megy, úgyhogy lehet még ennek itt vége lesz, de egy kicsikét szerintem még bányászunk. És akkor lehetne ennek az a cím, hogy mondjuk a Mineshaft vagy Mineshaft felfedezése ennek a résznek ez a címe. Egyébként mi az, ami még fontos, várjatok már. Ja igen, az, hogy ugye ezt a két részt most egymás után vettem fel, úgyhogy nem láttam meg a kommenteket, az ilyen egyéb visszajelzéseket, hogy mi a véleményetek, vagy ilyenek. De majd a későbbiek folyamán még, hogyha fel lesznek töltve, akkor majd látni fogom azt, hogy ki mit szól ehhez a új sorozathoz, ehhez az új ötletemhez, vagy ilyenek, ami így fontos lesz. Na, ezt itt esetleg végig lehetne így menni, mert itt lehet, hogy... Na, urán, hoppá, látjátok, hogy nem figyeltem oda, és itt is van. Mondom, kell nézni a tetőt. És mint látjátok, ez eddig csak egy volt, esetleg kicsikét körbeállások, mert még talán találunk, de igen, többnyire mondom, egyesével spónolnak, vagy na, inkább generálódnak így pontosabban. Tehát egyesével vannak legenerálva, és hát ez van ennyi, ami fontos róla. És azt hiszem, visszataláltam oda, ahova én akartam is visszamenni, ahol még az elejénél volt urán, meg ilyenek. De nem így kell oda menni, hanem... Igen, megvan, ez a nekünk a legfontosabb hely, innen kell felfelé is elmenni, és itt van a ládánk is a cuccokkal együtt. Akkor ezt kellene szerintem bejelölni, mondjuk úgy, hogy... Igen... Ez még a múltkoriból, ezt akkor töröljük. Ezt remove. Ezt keep. Hogyan kell ezt most megcsinálni? Ezt keep, azaz megtartani. Back. Exit. Most mi megvan? Aha, jó van. Nem vágom ezt a waypointos dolgokat. Mondjuk legyen egy rózsaszín a színe. Telenor szín. Bár nem Telenor, hanem T-Mobile. Na mindegy. Ja igen, T-Mobile-nak volt ilyen színe. Mondjuk akkor legyen ennek a neve az, hogy kiindulási pont, jó? Kiindulási pont, ahonnan ugye kiindultunk. Így szépen, oké, és akkor már ez is megvan nekünk adva, és akkor tudjuk, hogy ide kell majd mindig visszajönni, hogyha esetleg szükségünk van arra, hogy visszataláljunk a dolgainkhoz.
És akkor azt hiszem, hogy erre indultam el. Igen. Jöttünk szépen végig. Így bizony. Igen. Igen, igen, erre. Így. Na, valami nem stimmel. És akkor most itt vagyunk a semmi közepénél. Na most ugye azt tudom, hogy itt jártam, meg minden, de honnan is jöttem? Honnan, onnan, onnan. Mindegy, valahol most vagyok, az a lényeg. És én pedig tovább kellene valahova menni. Ami meg még csak további lényeg. Na hát akkor azt hiszem, mivel egy kicsikét eltévedtem, legyen ennek a résznek itt vége, és a következő majd még tovább bányászok, és tovább próbálok majd szerezni értékes dolgokat. Még van egy kis vas, azt még kiszedem onnan, és akkor majd elköszönök. Úgyhogy eddig is mondanám azt, hogy köszönöm figyelmeteket, remélem élveztétek, és hogy remélem nem untátok már is szét az agyatokat azon, hogy folytában csak bányászok. Egyébként majd meg lesz TF is, Dota is, és BF is továbbá, meg ugye ezt is folytatni fogom. Úgyhogy megköszöntem figyelmeteket, majd találkozunk, addig is, sziasztok!